A mai napon 400 ezer forint értékű vitamint, alkoholos kézfertőtlenítőt és mosható szájmaszkot tartalmazó adományokat kapott 40 család. Ezeket a Lánchíd utcai sportáltalános iskolában adták át. A veszélyhelyzetben számos család számára lehetetlen feladat a védekezéshez szükséges feltételek megteremtése, az alapvető termékek biztosítása gyermekeik számára. Szamler László, a Lánchíd utcai sportáltalános iskola pedagógiai és családsegítő munkatársának a felhívásához csatlakozott az Önzetlen Segítők Facebook csoportját alkotó közösség, amelyet Garaci Margit alapított. Májusban 1.200.000 forint értékű adomány sikerült összegyűjteniük. Az összefogás eredményeként akkor 83 gyermek kapott a védekezéshez szükséges termékekből. További 30 gyerekhez a napokban jut el a segítség. A Sarti Szabó Andrea intuitív énekművész aktív közreműködésének köszönhetően Garaci Margit szervezésében a mai napon további 40 családnak nyújtottak segítséget. A ma kapott csomagokat Mészáros Katalin, a Lánchíd utcai sportáltalános iskola tagintézmény vezetője és Szamler László vette át.